Természetesen nagyon meglepődtem, abszolút nem számítottam rá, viszont éppen most fejeztem be az alapfokat az egyetemen, és ezért így pont nagyon-nagyon jól jött ki egyébként ez a szintlépés számomra, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez így alakult, és hogy itt lehetek. Alapvetően nagyon hamar meghoztam a döntést, mivel én fejlődni szeretnék, és hát úgy érzem, hogy erre itt abszolút van lehetőségem. Illetve, mivel ez egy szintlépés számomra, ugye NB1-ből extra ligába, ez is nagyon-nagyon csábító volt nekem. Úgyhogy igen, egészen könnyű volt a döntés. Hát azt tudom, hogy most az utolsó szezonban 5. helyen végeztek az extra ligában, meg hát nyilván azért sok szép eredményükről hallottam már. Én egyébként annyira nem követtem eddig az extraligának az eseményeit, de nagyon örülök annak, hogy most már belülről informálódhatok a történésekről. Hát ugye alapvetően nem tudok sokat az extraligáról, azt nyilván látom, hogy nagyon komoly munka folyik, nagyon színvonalas mérkőzések vannak, és hát nagyon várom, hogy végre én is részt vehessek ezekben, és tudjak fejlődni. Hát a személyes célom az nyilvánvalóan az, hogy fejlődjek, és hát egy ilyen csapatban azért nem látom ennek akadályát, hogy ez miért ne valósulhatna meg. Úgyhogy nagyon izgatottan várom a közös munkát. Nyíregyházáról alapvetően nem tudok semmit. Én ráadásul Pesten születtem, és világéletemben Pesten is laktam, úgyhogy nagyon várom már, hogy milyen lesz kiszakadni így ebből a belvárosi közegből. Szurkolóknak azt üzenem, hogy jöjjenek szurkolni, biztassanak minket, és bízzanak bennünk, mert szerintem egyébként nagyon-nagyon sokat jelent nekünk ez, és nagyon sokat számít is egyébként a pályán, hogy mennyire hangos a közönség.